A honvédség a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként H225M típusú az Airbus franciaországi gyárában készülő közepes méretű katonai szállító helikoptert rendelt. Ezek a nagyobb méretű forgószárnyasok 2026-tól a kifutó, még szovjet gyártású Mi-8-as és Mi-17-es szállító helikoptereket váltják fel. A gyári átvételt követően került sor Szolnokon a Magyar Honvédség két H225M típusú közepes szállító konfigurációjú 70-es és 71-es oldalszámú eszközeinek áttelepülésére. A gépeket két vízsugárral köszöntötték az MH Kis József 86 helikopter dandár területén. A francia és magyar pilóták által vezetett gépeket mások mellett Koller József dandár tábornok, a légierő megbízott parancsnoka, Simon Zsolt ezredes, az MH 86 Kis József helikopter dandár parancsnoka fogadta. A Magyar Honvédség megerősítése és képességeinek további fejlesztése lépéseként 16 új, közepes kategóriájú több célú helikopter beszerzéséről döntött 2018. decemberében a Honvédelmi Tárca. Ekkora támogatottság, mint ami most mögöttünk áll ebben a kérdésben, soha nem állt rendelkezésre. Mind társadalmi támogatottság, mind politikai támogatottság, mind pedig a költségvetés támogatása ehhez. Nem olyan régen fogadta el a parlament a 2024-es költségvetést, amely garantálja ugyanazt a 2%-os szintet, mint amit 2023-ban már elértünk, ami a NATO által is elvárt, megfogalmazott költségszint, és mindenképpen szükséges ahhoz, hogy azt az átalakulást, amiről beszélek, folyamatosan fent tudjuk tartani. Ezen belül 20% az képességek a megújítására, a fejlesztésekre kívánatos vagy elvárt költeni a NATO által. Ezt Magyarország évek óta felül teljesíti. A magyar kormány által kiválasztott Airbus H225M a legmodernebb kommunikációs technikával felszerelt, így szállítási, harcászati és mentési műveletekben, továbbá a speciális egységek bevetésére egyaránt felhasználható. 16 darab ilyen helikopter fog érkezni, ebből az első kettőt láttuk ma itt leszállni, harcászati szállító konfigurációban, Troop Transport Helikopter, TTH, így szokták a szakmában ezt rövidíteni. Ilyenből lesz nekünk még 8, összesen tehát 10 ilyen konfigurációi helikopter, illetve a különleges műveleti erők kapnak 6 225-ös helikoptert, amely a H-Force nevű speciálisan a magyar légierő számára kifejlesztett fegyverzett csomaggal lesz felszerelve, ami a világon is egyedülálló egyébként, és ahogy vezérigazgató úr is mondta, a gyár számára is további utat jelent előre. Az Airbus Helicopters adatai szerint a 11 tonnás felszálló tömegű gép akár 1000 kilométert is meghaladó hatótávolsággal, közel 6 tonnás szállító kapacitással, nagy méretű, akár 28 katonak szállítását is lehetővé tévő utastérrel rendelkezik. A honvédség forgószárnyas gépparkjának megújítása a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal egyidős. A Honvédelmi Tárca 2016-2017-ben 5 Mi-17-es közepes szállító helikopter, illetve 8 darab Mi-24-es harci helikopter nagy javítását végeztette el Oroszországban, illetve 2 darab kiképzési célokat szolgáló H-125 forgószárnyast is felújítatott. A minisztérium 2018. júniusban 20 új, könnyű, többcélú H-Force fegyverrendszerrel ellátott H-145M típusú helikopterről is szerződést kötött az Airbus helikopterszel. A gépeket azóta leszállították és hadrendbe is álltak. Egy H-145M helikopter sajnálatos módon személyzetével együtt egy horvátországi magashegyi gyakorlaton odaveszett.